Tehát az a lényeg, hogy amikor az ember stresszben van, akkor nem csak a gyomornál termelése áll meg, tehát mondjuk a gyomorsav, és akkor így nem emésztődik az étel, ami belekerül, hanem szép lassan elkezd a 37 fokon rothadni, hanem megáll ugye mindenféle gyomor nervtermelés, és itt az elsődleges nagy hangsúly a gyomor nyálkahártyában lévő mucin, vagy akármilyen, nem tudom, kocsonyásító anyag bevonat termelése is megáll, és ezért van az, hogyha mondjuk az ember eszik egy fokhagymás ételt, hogyha ha stresszben van, akkor fáj tőle a gyomra. Ha nincs stresszben, nem fáj tőle a gyomra. Miért? Mert a stresszben ugye megáll a nyálka eltermelődés, a nyálka termelődés, és ezáltal ugye a gyomor végtelenné válik a fokhagymában lévő korrozív anyagok ellen, dezinfektáló anyagok ellen. Normál esetben viszont, hogyha nincs stressz, akkor ugye az ember megtermelődik a gyomrába ez a nyálka, és ami megvédi úgy a savhatástól, mint a fokhagymának a hatásától, mellékhatásától.